Hát sziasztok, Zsolt vagyok, szép napot kívánok, és elhoztam nektek a következő kóstolós videót, amiben ismét egy eléggé érdekes terméket fogok megkóstolni. Erről a termékről már 4-5 hónap ezelőtt már csináltam videót, de úgy, hogy nagyon beteg voltam közben. És hát akkor úgy döntöttem, hogy ismét hozok egy kóstolós videót, mert eléggé rég volt. A Jánosi Gergős videó sikere után elhoztam nektek a következő ételkóstolós videót, mert azokat nagyon szeretitek, élvezitek, mert akkor minél többen tudni akarjátok, hogy mennyibe kerülnek ezek a termékek, amiket én szívesen megveszek. Igen. És lehet, hogy ezen a héten nem biztos, lehet, hogy ezen a héten még lesz még kóstolós videó, mert beszereztem pár terméket, amik nem voltak a csatornán, és nagyon fogjátok szeretni ezeket a termékeket majd így, akkor kóstolni fogom, mert a másik olyan terméket, nem mondom el a nevét, de az már elég régóta terveztem, és szerencsére sikerült be is szereznem, majd egyszer elmondom. Szóval, ja, és hát akkor nem is húzom tovább így az időt, mutatom is az elsőt, meg kettőt vettem belőle, és ez pedig nem más, mint a Milli Canalazzo Crème Touro, őszi barackos túró desszert, és egy tigris van a képen. Alias Mr. Tigris. Ja. Ugye előttem volt az első ugyanilyen Milli Canalazzo, Canalazzo videó, amiben ugye egy pandásat kóstolt, az pedig vaníliás volt. De nem húzom tovább az időt, bontsuk is ki, és hát akkor elmondom a véleményemet. Oszta! Wow! Hát ez így néz ki. És akkor jött is a kóstolása. Nem volt rossz. Nem volt rossz. Ez 10 per 10. És hát jöjjön a következő, az pedig nem más, mint a Vadmána ízű túró desszert Flamingo. Ezt is kibontom gyorsan. És ennek szép, gyönyörű színe van. Mána. És hát akkor 10 per 10 mind a két termék. Tudom, eléggé gyors volt ez a videó, de nekem mind a két termék nagyon ízlet, és hát akkor köszönöm, hogy elhozhattam nektek ezt a mai videót. Én Zsolti Verzum voltam. Sziasztok!